Kíváncsiak voltunk a szegediek véleményére az időközi hódmezővásárhelyi polgármester választás kapcsán. Sokan megijedtek a kamerától, azonban voltak olyanok, akik megosztották velünk véleményüket. Ez egy intőjel volt amúgy a kormánynak, hogy az összefogás az működhet. Hogy milyen jellegű további előremutató jele lesz ennek, azt egyelőre nem lehet megjósolni nyilván, én se tudom. De nekem ez a véleményem, hogy ez egy kezdeményezésnek az előszele. Örülök, hogy ellenzéki párt nyert, és remélem, hogy majd a parlamentben is folytatódik. Meglepő volt egyébként, hogy ilyen eredmény született, de a magam részéről örülök neki, mert látszik, hogy van változásra lehetőség. És mi a véleményed, ez befolyásolhatja az április 8-ai országgyűlési választásokat? Hát azt nem tudom, hogy ez befolyásolhatja-e, de mindenképpen jelzi az, hogy ugye a rendszerváltás óta azt hiszem nem volt ilyen magas a részvétel a vásárhelyen, helyközi választáson vagy polgármester választáson. Szóval azt mindenképpen jelezheti, hogy a választóknak a kedve megjött a változásra, tehát ilyen jellegű előjele lehet. Nagymértékű változást nem tudom, hogy jelezhet előre. Hát, hogy milyen hatással lehet, ugye mindenki ezzel a gondolattal foglalkozik, azt hiszem tegnap óta, de hál' Istennek korábban is ezzel foglalkoztak az emberek, és elhitték azt, hogy egy széleskörű összefogással le lehet győzni a Fideszt. Kívánom, hogy sikerüljön, nagyon örülök neki, igen. Még annak ellenére, hogy mondjuk a politikai nézeteimmel nem feltétlenül egyezik Márki Zaj úrnak a személye, de mindennél fontosabb a Fidesz leváltása. Ilyen választási rendszerben nem feltétlenül legesélyesebb vagy legalkalmasabb nyer, azt majd a következő választás fogja eldönteni, hogy hosszú távon milyen irányba megy az ország, csak ne abban, amiben most. Meglepett, mert én azt képzeltem, hogy a Fidesznek a jelöltje fogja győzni. Se nem örülök, se nem vagyok bánatos. Remélem, a Fidesz majd felébreszti ezt. Mivel nem vagyok vásárérzér, őszintén szóval nem érdekel a dolog. Feltűnően nagy volt a különbség, hogy a három jelölt, de gyakorlatilag csak kettő jelölt volt. És ez azt mutatja, hogy a kormány, vagy az ellenzék pártoknak jobban össze kell fogniuk, hogyha esetleg a kormánypártot akarják váltani. A politikai elemzők is mondják, hogy össze kell fogniuk, csak úgy van esély, külön-külön nem biztos, mert ugye itt most csak három jelöltre kellett, de a pártok sok helyen akár 5-6 jelöltet is állítanak, így a szavazatok jobban megoszlanak. Én azt gondolom, hogy abszolút egy pozitív dolog, egy abszolút reményt ad az, hogy egy független jelölt, aki mögé minden ellenzéki párt beállt, az nyerni tudott, ráadásul ilyen nagy részvételi arányal, ráadásul pont Lázár János városában, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen el tud indítani egy folyamatot. Nyilvánvaló, hogy a helyi, tehát az LVK-kban a helyi esélyes jelöltek mellett érdemes, hogy felsorakozzanak az ellenzéki pártok, hogy nyilvánvaló, hogy az esélytelen jelölteket érdemes visszaléptetni, hiszen amik annak nincs értelme, hogy mondjuk itt az egyesben elindítanak három tök esélytelen jelölt, tehát egy esélyes ellenzéki jelölt, tehát az, amit mondjuk a Közös Ország Mozgalom csinál, hogy megméri, hogy melyik az, amelyik a leginkább magas szinten áll a közvéleménykutatásban, azt szerintem azt gondolom, hogy abszolút adekvát válasz erre. Egyébként meg azt gondolom, hogy lehet örülni, vásárolj egy győzőt, gratulálok polgármester úrnak. Igen, hát a tanulsága mindenképpen leszűrhető belőle, az, hogy az ellenzéki összefogás az mindenképpen nagyon hatékony lehet adott esetben, tehát hogyha az ellenzéki pártok lemondanak a egyedüli, hogy úgymond hatalomerélésről, és összefognak annak érdekében, hogy aztán adott esetben igazságosabb választási rendszert hozzanak létre, ez már országos szinten kivetítve, az mindenképpen hatékony lehet, viszont fontos megjegyezni azt, hogy ez még egyáltalán nem garantálja azt, hogy ez egy építő jellegű vezetés lesz. Tehát ahhoz az ellenzéknek tehát ez az ellenzéken múlik, hogy ezt a erőt vagy ezt a hatalmat, ha elérik, akkor ezzel mit sikerül kezdeniük. Szóval egyáltalán nem garantálja azt, hogy ez feltétlenül elősegíti egy építő jellegűbb rendszernek a létrejöttét. Ki a legesélyesebb az április 8-ai választásokon? Hát természetesen a Fidesz a legesélyesebb, tehát ez egyértelmű. A kérdés az, hogy ennek a hatalomnak milyen mély lesz a gyökere, és hogy milyen kiterjedt, és mennyire központú. Ez az egyetlen kérdés.